És vételen mindenkit! Előzőleg mondtam, hogy más is rá lesz repítve, nem csak ez a Windows-os rendszer fog rajta lenni, másik operációs rendszer is! Linux. Mint rá gondoltam! És indítom! Kicsikét a... Kicsikét... Á, kellene neki! Betöltődik, rá lesz téve, és akkor nem lesz folyton a Microsoftos frissítések. Minden backok ottan, vírusok, kémprogramok, nem tudom, itt is össze lehet szedni. Az egyéntől függően, mekkora az IQ szintje, vagy nem. Dúd, eléggé sötétnek néz ki a rendszer. Szára sötét is. És akkor el lehet ezt indítani. Viszont akkor fismerte a hard drive-ot. És nem. Egyszerűen nem vagy tudomány kell hozzá lepítéshez. Indítani ezt a készen állt alkalmazást. Nem úgy, mint a Debianna. Használj egy nyelvet. Kenni, hogy... Ismét kontinni. És illetve a következő nyelv kiválasztás. Vagy angol, lehet német is, éppen amilyen megfelel, ő szokott lenni. És kikívánja ezt, hogy jó, fel lesz repítve a multimédia kódekok. Derülne az, hogy látta is, itt van, hogy Windows 7 van rajta. Ezért teljesen kreatívve egy Microsoftos termék, hogy dual boot lehessen. Nyilvánvaló logikus, hogy kettő legyen a szállítógépe, ne egy. Ha egy van, akkor ha egyik el, nem lehet belépni, akkor maradjon tartalék. És kéri azt is lehet, hogy az egész merev lemezre telepíteni föl, mondja azt hiszem angol, this will get all you programs. Rátom, vajsz? Hát, nem. Automatikusan, hogy ez-e? Lehet választani, hogy milyenik is legyenek. Itt van ez a free speaks, mire fogok csinálni egy újat, egy több mint 200 kb. 200 gigabyte-nak látja, amottan kevesebbnek. Egy X4-es rendszert, vagy egy MTF-est. De nem lehet egyáltalán csenitten nötöfe, sőt, FAT32-t lehet, hát nem lehet. Az a rossz a FAT32-né,
hogy 4 GB-nál nagyobb bot nem lehet rá másolni. Az NTFS az a Microsoftosnak való fájlkezelés, aztán levitte a Microsoftos cég, és így nem tette nyilvánossá. Van ez az újabbik, ez a Butterfly Tronic File System, van az X3, X4. Hát, inkább a stabilitást választom, ezért az X4-es, vagy pedig inkább ez legyen. Hát, most nem is tudom, hogy melyiket, tudom, hogy jobban a merev lemez. Nyilván a FAT32-eset, de azt mondom, hogy nagyon nem lehet már jutnom buton is. Ez ilyen tárhelynek van, szoktál meghajni. Legyen az S4-es. És kiválasztom a volt pointot! Egy vesszőt. Nem vessző, hanem egy perdevonalat. És erre fel fogom rá telepíteni a rendszert. Rajta is van! És látva Belgrádot. Ugye följel megyek, és legyen itt Budapest. És akkor lehet látni azt is rajta, hogy ugye is van már. És itt van, beletadva a felhasználó név és a jelszó, és tovább kell menni rá.